Sziasztok! A mai videó egy olyan videó lesz, amit rengetegen szoktatok tőlem kérni, és hogy őszinte legyek, nem igazán értem, hogy miért. Egy ilyen videón már van fönt, ez a Mi van a telefonomon című történet. Szerintem annyira nem lesz egyébként meglepő, hogy milyen applikációk rejtőznek a telefonomon, illetve nem lesz annyira más, mint a legutóbbi videó, bár tény és való, hogy ez azért 2-3 éve készült már el, azt hiszem, legalább. De hát ezt szeretnétek, úgyhogy elhoztam nektek ezt a videót is. Remélem, hogy élvezni fogjátok, és felér majd a várakozásaitokkal, de nem is húznám akkor tovább az időt, hanem nézzük, hogy milyen applikációk vannak tulajdonképpen az én telefonomon. De mielőtt belekezdenénk, ténylegesen nézzük a napkérdést, ami nem más, mint hogy nektek mi a kedvenc applikációtok, mit ajánlanátok nekem, hogy letöltsek és kipróbáljak. Nagyon sokszor szoktam egyébként letöltögetni mindenféle applikációt, kipróbálni, aztán letörölni, ha nem tetszik, vagy megtartani, ha úgy van éppen. Úgyhogy tényleg kapható vagyok az ilyesmi dolgokra. Nekem egyébként egy Rose Gold iPhone 8-asom van. Most vettem nem olyan régen, és egy ilyen csillogós tokon hozzá. Amúgy ez az egy tokon van egyelőre. Nagyon szép egyébként ez a telefon. Imádom. Annyira tetszik a dizájnja. Na mindegy. Nézzük akkor, hogy mi van rajta. Szóval alapvetően 3 oldal van a telefonomon, amin applikációk találhatók, és mielőtt elkezdeném megmutatni őket, egy fun fact, amit én is nem olyan régen tudtam meg, és szerintem nem olyan sokan tudják, hogyha itt odébb mentek, ide a legszélére az oldalaknak, akkor itt van egy ilyen search funkció, és hogyha beírjátok mondjuk egy 14 cm, akkor kéri a inchben, hogy az mennyi, illetve ez pénzbeli átváltással is működik, tehát hogyha 14 eurót beírjátok, akkor látjátok, hogy ez most 4530,98 forint. Ez nagyon hasznos szokott lenni, hogyha például online rendel az ember, és utána meg akarja nézni gyorsan, hogy mennyi pénzt is költöttem végül, úgyhogy szerintem ez tök jó. Ha eddig nem tudtátok volna. És akkor lépjünk tovább, nézzük, hogy mik vannak még. Van egy ilyen extras mappa, ahol az olyan dolgok vannak, amiket nem használok igazából. Illetve ez az emoji mi, ez nagyon vicces. Itt megtudjátok magatokat csinálni emojiként. És meg kijöttek itt a karácsonyiak is, ahogy látom. Nyilván van olyan, amiért fizetni kell, ezek itt alul, de amúgy tök jó, én tökre szeretem, és tényleg nagyon-nagyon vicces. És akkor ezt így üzenetben tovább is tudjátok küldeni, adott esetben, itt, mint ahogy én is már csináltam Arinak. Aztán itt mindenféle alapapplikáció, olyan képek, naptár, Google Maps, időjárás, óra, mindenféle, YouTube, Instagram, ezt nyilvánvalóan senkinek nem kell. Jézusom. Ez legutóbbi kép, amit néztem, nagyon vicces kutyák víz alatt. Na mindegy, szóval nyilvánvalóan az Instát senkinek nem kell bemutatni. Rá vagyok függve, majdnem minden nap töltök fel. Majdnem minden nap töltök fel új képeket. Itt van a nevem, ahogy megtaláltok. Most épp fut egy nyereményjáték is, amit néhány blogger barátnőmmel csinálunk, és ha ennek vége, akkor jön egy ilyen saját kis karácsonyi nyereményjáték is. És akkor van itt egy PostForRent nevű applikáció, ez az influencereknek van. Igazából itt ilyen mindenféle munkát lehet találni. Nagyon-nagyon ritkán használom, mert általában nincs fent olyasmi, amit én szívesen csinálnék, vagy úgy érezném, hogy hiteles. Úgyhogy nagyon ritkán nézem, meg tényleg nagyon ritkán van olyan dolog, amit requestelek, ugyanis akkor azt ők vagy elfogadják, vagy nem egyébként. Aztán BKK Futár, Facebook Messenger, nyilvánvaló, Spotify, Telekom applikáció, Smartbank, Safari, akkor alul ez a 4 applikáció, ami mindig ugye itt van, az a telefon, fényképező, üzenet és e-mail. És hát akkor mehetünk is a következő oldalra, ahol már azért izgalmasabb lesz a dolog. Itt van a YouTube Studio, amin keresztül tudom szerkeszteni a videóimat, és hát nem magát a videót, hanem mondjuk a címét, a leírását, hasonlók, tudom nézni a statisztikákat, úgyhogy ez azért van. Aztán Tesco online bevásárlás. Nagyon ritkán van időnk elmenni bevásárolni a munka mellett, úgyhogy általában online szoktam bevásárolni itt a Tescon keresztül. Tök jó, én nagyon szeretem. Megbízható igazából, tényleg mindig jön a futár, és tényleg mindig azt hozza, amit kérek. Illetve ha nem, akkor hoz ilyen helyettesítő terméket, amit nem muszáj elfogadnod, hogyha nem akarod. Úgyhogy én ezt nagyon szeretem. A Volt, ami egy ételrendelős applikáció, IKEA. Nagyon szeretek vásárolni az IKEA-ban, és hát igen, ennek ennyi az oka. A Zara és az Agentem applikáció, azokat nagyon ritkán szoktam nézegetni, de azért megvannak. Ha éppen az van, hogy mondjuk szükségem van valamilyen ruhadarabra, akkor
talán ezen a két applikáción szoktam megnézni először, illetve nem, mert az ASOS-on és aztán ezen a kettőn, mert az ASOS-t ezt nagyon gyakran nézem, nagyon szeretem, ez is tök megbízható. Általában olyan egy héten belül itt van már a csomag, amit rendelek, nagyobb márkák is megtalálhatók náluk, illetve nem csak ruhák, hanem tényleg ajándéktárgyak, vagy papírírószer, itthoni dekoráció, mindenféle tényleg. És hát ezt így azért majdnem minden nap szoktam nézegetni, hogy mik a legújabb termékeik. Aztán AliExpress, ahol néha szoktam telefontokot rendelni leginkább, vagy valami papírírószer cuccot a bullet journalhoz, nagyon jó kis sticky notes-ok vannak, meg mindenféle ilyesmi. Aztán ez a Canonos applikáció, ez azért kell, hogy a telefont össze tudjam kötni a kamerával, és akkor tudom nézni az élőképet, vagy már le tudom menteni a már memóriakártyán lévő képeket, videókat. Pinterest, az szerintem mindenki ismeri. A Creative Writer, ez egy nagyon jó kis applikáció, az írásban segít igazából, szóval segít elkezdeni írni, vagy nem feltétlenül ihletet gyűjteni, de hogyha elakadsz egy picit, akkor ez így segít befejezni a mondatot, vagy akármi. Például tényleg beütögeted a szavakat, I was born in Alabama. Már is kérsz az első mondat, így kezdődni a regényed, vagy akármi. Tehát ő így előre felajánl neked a szavakat. A következő adagnyi szó felajánlás, az pedig az előző szóhoz kapcsolódik, ha értitek, hogy mire gondolok. Úgyhogy ez így ilyen író művész lelkeknek szerintem tök jó applikáció, én szeretem használni. És akkor itt jönnek a játékok, az első természetesen a Pocket Mortys, ami olyan, mint a Pokémon, csak Rick és Mortys kiadásban. Itt Rickkel vagy, és Mortykat gyűjtesz. Úgyhogy velük harcolsz. Igen. Az Epizód az egy nagyon lányos játék, egy ilyen storytelling alapú játék tulajdonképpen, ahol te befolyásolod a következő történést, vagy a sztori végét. Különböző opciókból választhatsz, hogy mit reagálsz, és akkor az befolyásolja tényleg a dolgokat. Fruit Ninja, Diner Dash, Fortnite. Nyúrék Fortnite-oztam már. Mindegy. Harry Potter játék. Még nem próbáltam ki, pedig már nagyon régóta itt van a telefonomon, de még soha nem próbáltam. De nagyon jó állítólag, úgyhogy amint lesz időm, akkor kipróbálom. PUBG, Skyview Light, ezt nagyon szeretem, ezt az applikációt, megmutatja, hogy éppen melyik csillagkép hol található. Itt van például Orion, tök jó, én tökre szeretem. Itt a medve, úgyis akkor benne ugye a göncöl. Na mindegy, úgyhogy ezzel jól el lehet szórakozni egyébként esténként. A Coin applikáció a következő, amit az egyik legjobb barátom mutatott nekem nem olyan rég, és én amúgy is írogattam a kiadásaimat, bevételeimet, mert egyszerűen muszáj, különben megőrülök. De eddig csak a bullet journalomba írtam, most már viszont így applikáció formájában is tudom vezetni a dolgokat. És ezután pedig jönnek a képszerkesztő appok. Az első a VSCO, szerintem ezt nem kell megmutatnom senkinek, mindenki tudja, hogy ez milyen, nagyon nagy hírnévnek örvend az applikáció, ugye ezen keresztül lehet képeket szerkeszteni. Na, sokszor szoktam ezt használni, bár leginkább csak ezeket a funkciókat, tehát az exposure-t szoktam feljebb vinni, kontrasztba szoktam néha belenyúlkálni, élesítem a képeimet, illetve a szaturációt is lejjebb szoktam vinni, akkor a temperature-t azt feljebb, most a legújabb képeimnél. Most egyébként próbálok egy ilyen egységes sémát bevezetni az Instámra, tehát hogy mindegyik kép nagyjából ugyanolyan színvilágban legyen, meg hasonlók. Meglátjuk, hogy mennyire fog menni, egyszer már próbálkoztam vele, akkor nem annyira jött össze, de most úgy érzem, hogy jó úton haladok. Aztán a következő a Snapseed, szintén egész sokszor szoktam használni. Itt nézzük ezt a képet. Itt is a Tools opción belül használok csak dolgokat. A filtereket azt Lightroom-ba szoktam egyébként hozzáadni, mindjárt oda is eljutunk. Itt a szelektív részt szoktam használni, tehát például, ha úgy gondolom, hogy itt nem jó a haja, mert túl sötét, akkor rábökök, beállítom itt a brightness, kicsit lejjebb viszem, hogy tehát csak az a rész legyen, és akkor így tudok világosítani, mert lehet sötétíteni is. Rossz helyre raktam. Kicsit feljebb rakom, és akkor így most egész jó. És akkor látjátok, hogy ilyen volt, és ilyen lett. Tehát ez tök jó, ez a szelektív. Ezt ilyen kis brush segítségével is el lehet intézni. Illetve nagyon ritkán szoktam hozzáadni itt filtert egyébként. Ezt az XO4-et szoktam akkor. Ilyenkor ugye ezt a kis szemcsés hatást rakom rá, és akkor a style strength-ből leveszek egy picikét,
Aztán azt hiszem, hogy más nem is nagyon szoktam. Néha itt csinálom meg egyébként ezeket a brightness, contrast, ilyesmiket, nem a VS Code-ba. És akkor a következő applikáció, ez pedig a Lightroom. Filtert a képeimre azt mindig itt szoktam hozzáadni. Itt vannak mindenféle presetek. Ezeket igazából vettem, úgyhogy igen, nem is tudtam egyébként ezelőtt, hogy ilyen dolgokat lehet venni az interneten, vagy hogy ilyen dolgokat venni kell az interneten, mert nagyon fura, hogy gyakorlatilag egy filtert veszel, és néhány az horribilis összegért van ráadásul, de én azért egy ilyen kis minimális összeget úgy gondoltam, hogy mégis megéri belefektetni, mert ilyenkor csak rámegyek erre, Dreamy Base Preset, és akkor az összes képem gyakorlatilag ugyan azzal a szerkesztési móddal egy gomnyomással lesz elkészítve, úgyhogy azért ez nagyon megegyszerűsíti egyébként a dolgokat. Ha akarom, akkor egy picikét lehet ugye nyilván az előre beállított dolgokkal játszadozni, de ritkán szoktam. Aztán a Facetune, legyünk őszinték, néha azért mindenki szokott Facetune-t használni. Én nem mindig egyébként, de nyilvánvalóan megesik. Itt például az arcomra egy kis smooth effektet vittem rá, de soha nem viszem túlzásba, szóval azért arra mindig figyelek. Néha látom, hogy vannak olyan lányok az Instán, akik így 100%-ig felviszik ezt a smooth effektet, és akkor azt gondolják, hogy ez így oké, mert most milyen szép baba bőrűnek tűnnek, de hogy azért ezt így lehet úgy is csinálni, hogy ez természetes maradjon, de ha felviszik 100-ra, akkor tudja az ember, hogy ez szerkesztve van, és nem. Na mindegy. Akkor az utolsó oldalon pedig itt van az Insta Size. Ezt valamikor a múltkor töltöttem le ehhez a képhez, mert ennek a segítségével ugye fel tudunk tenni egy olyan képet, ami alapból ugye nem férne bele az Instába, hanem mondjuk csak így, tehát levágni a fejünket vagy a lábunkat. Ezzel pedig lehet neki ilyen keretet adni, és akkor már is befér. A WhatsApp azt a munkahelyemen használjuk, de amúgy magámban így nem szoktam. És akkor van még egy ilyen Cinemagraph és Pixaloop, mind a kettő vadi új, tehát most töltöttem le őket. Ennek az a lényege, hogy most nem, itt nem fogok képet szerkeszteni, mert nincs egy olyan képem, amihez ezt tudnám használni, vagy azt hiszem, hogy ezt ráadásul úgy kell, hogy akkor tudod megszerkeszteni, hogyha ezzel is csinálod. Tehát, hogy az a lényege, hogy egy ilyen álló képnek van egy része, ahol animáció az egész. Tehát ugye itt a bor például, ami öntődik, és az akkor így loopol van, és non-stop öntődik, de amúgy maga ez egy álló kép. Tehát itt ilyeneket lehet csinálni. A Pixaloop, az pedig, ezt használtam a múltkor, és ez mondjuk a vizes képeknél nagyon jó, mert ahogy látjátok, nem sikerült valami jól, mert mondom, ez volt az első próbálkozásom, de el lehet érni, hogy úgy tűnjön, mintha a víz mögöttem az így kicsit hullámzana. Nem csak a vízzel lehet egyébként itt játszadozni, hanem van itt mindenféle. Ez az én telefonom, ennyi minden van a telefonomon. Na, úgyhogy ez lenne a Mi van a telefonomon videó. Hát remélem, hogy tetszett nektek. Mondtam, hogy nem lesz valami nagy durranás. Szerettem volna jobban belemenni egyébként néhány dologba, de akkor nagyon hosszú lett volna ez a videó. Viszont, hogyha tényleg bármi érdekel titeket így külön, mondjuk az, hogy ténylegesen hogyan szerkeztem a képeimet, és mondjuk szeretnétek látni egy videót, amiben megszerkeztek egy képet teljesen, akkor azt írjátok meg lent kommentekbe, vagy lájkoljátok ezt a videót, és akkor tudni fogom, és mindenképp csinálok majd nektek akkor egy olyan videót is. És hát nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha még nem vagytok feliratkozva, de szimpatikus voltam, akkor tökre örülnék neki, ha feliratkoznátok. Ha gondoljátok, a csengőt is megnyomhatjátok, ez különösebben nem fog titeket zavarni, csak esetleg egy e-mailt küld arról, hogyha új videót töltöttem fel. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, a legközelebbiben találkozunk, és addig is sziasztok!